Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön öröm, hogy Alda Benedek hittül mellettem, és együtt válaszoljuk meg kérdéseiteket. De előtte mondjuk el az Om manrát mantrát hétszer közösen. Köszönöm szépen, megköszönöm Kriszti bevezetőjét. És hát ugye említette azt a verziófrissítést, amelyen szenvedésünk per belátásunk mértékében mindannyian dolgozunk. És nagyon sok emberrel találkozhatok, aki mondjuk egy apokaliptikus verziófrissítést szeretne, egy teljes veszetet. Rossz hír az, hogy ez nem volt, nem lesz, és nincs. Mindaz azért lehet így, mert ezt. Pont nem az emberiség irányítja. Nagyon érdekes, hogy hogy jöttünk ide erre a planétára. Rengeteg verzió van ebből, és nekem úgy egyik sem teljes. Az, hogy itt vagyunk ezen a planétán, az teljesen világos, de az, hogy itt leszünk-e, és ha igen, milyen formában egy pár száz év múlva, az nagyon kérdéses. Az a mostani viselkedésünkön múlik. Úgyhogy szeretném, ha Bence is szólna egy pár szót, aztán megválaszoljuk a kérdéseiteket. Suni mondan indult ki, hogy itt leszünk-e valójában, és ténylegesen itt leszünk-e. És talán ez leginkább azon múlik, hogy most itt vagyunk-e. És az a gyakorlat, amit ma folytattunk, az arról szól, hogy ténylegesen most itt vagy-e. Az, amit hallasz, az, amit érzékelsz, az, ami van most itt ebben a pillanatban, azt ténylegesen képes vagy-e érzékelni úgy, ahogy az csak van. Az a nézőpont, amit az önvaló minőségének vagy az önvaló nézőpontjának nevezünk, ezt nevezhetjük úgy is, mint a halhatatlan részedet. Azt a minőséget, ami pontosan egyezik azzal, amilyen maga a brakmin, vagy maga a mindenség minősége. Rengeteg filozófus, rengeteg tudós, gondolkodó, és azt gondolom, mindenki itt a teremben megpróbálja körüljárni, definiálni, megfogni a gondolataival, leírni azt, és ezáltal értelmezhetővé tenni. De ez valami olyan, ami túlmutat a gondolatokon, túlmutat az értelmezhetőségen, túlmutat a beszéden túlmutat azon, hogy ezt meg lehessen csak úgy fogni. Ez csak tapasztalható. És hogyha ebben a tapasztalásban tudunk bárkinek segíteni, itt a lehetőség, tegyétek fel kérdéseiteket. Én ez a elengedéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Szeretett személy elvesztése Édesapám 11 éves koromban halt meg, 9 éve később pedig a nagy szerelmemet, a vőlegényemet veszítettem el. Akármilyen párkapcsolatom van, mindig csalódással végződik, és úgy érzem, hogy a férfiakkal való kapcsolatom mindig szomorúan végződik, és igen, és ez, ez, a kérdésem, az elengedés, feldolgozás. Két kérdést is elbújtattál ebben az egyben. Az egyik az veszteségről szólt, a másik pedig egy életeseménynek, vagy egy játszmának a többszöri újrajátékáról, vagy újbóli ismétléséről. Ha elveszítettél valakit, ez azt gondolom, hogy az a veszteség az emberi létformában, ami nem pótolható soha teljesen. Az ember a fizikai síkon rengeteg mindent meg tud teremteni. Legyen ez egy csodálatos templom, egy szakma, gyermekeket is tudunk világra hozni, rengeteg mindent létre tudunk hozni, egyetlen egy dolgot nem tudunk, nem tudjuk elvesztett embertársainkat újra megteremteni. Tehát a veszteség az valamilyen szinten mindig is veszteség marad, ha úgy tetszik, ők a te teredből, a te birtokodból valamilyen mértékben hiányozni fognak. Ez többek között úgy tudott pótolni, hogy azokat a minőségeket, amiket viszont átéltél velük, amik számodra a te életedhez hozzátettek, amik örömteliséget okoztak, amikben megélted a velük való kapcsolatot, ezeket a minőségeket, ha úgy tetszik, újból birtokba veszed. Ez az, ami egy vesztesség után mindenképpen veled marad, tőlük. És ha ezt tudatosítod, akkor ez a seb gyógyulni fog. A következő lépés, hogy tudatosítsd azt, hogy a te életed másból is áll. Tehát rengeteg olyan érték, lehetőség és erő van benned, ami a te életed kiteljesítéséhez, mint teremtő erő ott van benned. És ez a kettő, amire figyelsz, akkor ez a seb, ha nem is teljesen nyomtalanul, de gyógyíthatóvá válik. Az, hogy te egy játszmát, egy drámát például a párkapcsolatban újraélsz, az abból a szintén alapvető emberi tulajdonságunkból ered, amely azon az illúzión alapszik, hogy a múltunkat, mint világleírást, mint meggyőződés együttest, a múlt Életeseményeiből táplálkozva, összegyűjtjük, valósnak gondoljuk, és amikor egy hasonló, valamilyen formában hasonló élethelyzetbe kerülünk, akkor a múlt életminőségeit rávetítjük a jelenre, illetve a jövő potenciálitására. Ezzel hajlamosak vagyunk arra, hogy a múltunkat újra teremtsük, akár többször, sorozatosan. Mit értek ez alatt? Valamikor, akár egy hozott karmikus minőség lenyomat alapján, akár valamikor a múltban, például az intim kapcsolatban megélt téged egy veszteség, és most nem feltétlenül ezekre a halálesetekre gondolok, lehet ez sokkal korábbi veszteség. Ha ez megjelenik nálad, mint a múlt igazsága, és ha ezt te nem veszed birtokba, nem kezdesz el vele dolgozni, nem látod meg az asságát, hanem valahova elteszed mére, esetleg nem is tudsz róla, hogy volt, akkor ez önmagát képes újra teremteni. Amikor azt tapasztalja az elméd, hogy újból egy intim kapcsolódásba vagy, ami hasonlatos egy régi intim kapcsolódáshoz, akkor lehet, hogy rá fogja vetíteni a múlt életesemény összes minőségét azokkal a meggyőződésekkel, amik ott akkor létrejöttek. Ezek a meggyőződések lehetnek, nem biztos, hogy ezt, ezt neked kell tudnod, vagy egy feltáró munka, akár meditációban, akár egy erre fókuszált külön feltáró munka hozhatja a felszínre azt, hogy mi az a világleírás, mi a te tudatod világra rávetített minőség együttese ami azt mondja például, hogy az én kapcsolataim mindig szétesnek. Hogy én mindig elveszítem azt, akit szeretek. Ha ezt a leírást, ezt megváltoztatod, akkor megváltozik a jövőd is. A meditáció gyakorlata többek között abból áll, hogy az önvaló nézőpontjának segítségével, objektív empátiával rátekintesz a karmádra, azaz arra, hogy mi történt veled idáig, és miben vagy jelen pillanatban, milyen minőségeket, milyen élethelyzeteket, milyen drámákat hozol magadnak újból össze, erre rátekintesz, megfigyeled, hogy mi ez, és akkor kerülsz abban a nézőpontba, hogy ezen változtatni is tudjál. Amíg azonosítod magad azzal a meggyőződéssel, hogy én egy olyan sorsú valaki vagyok, akinek az intim kapcsolatai időről időre szétesnek, addig ezzel a hamis azonossággal fogsz élni, és fogod újravinni és újra teremteni a karmádat. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan segíthetnék a lányomon, 11 éves lányomon, hogy az éjszakai félelmeit leküzdje, és ezáltal az én éjszakáim is könnyebbé váljanak. Én a gyermekek segítésében Legjobban hiszek mindig abban a mintában, amit én magam képviselek. Mondják, kérlek valami közelebbit erről. Mi az, ami történik benned, és mit vélsz, mi az, ami történik benne? Benne azt tudom mondani, a félelem, a sötétségtől félelem, az, hogy elveszít minket, amire nincs oka, tehát nem, nem történt semmilyen ilyesmi a családban. Az én részemről nem tudom azt mondani, hogy valamit is az ő irányába ebbe tudok, vagy, tud, vagy, mondok olyasmit, ami, ami ő belőle ezt kiváltsa. Próbálom nyugtatni, próbálom azt mondani, hogy nincs mitől, de ha megkérdezem, hogy mitől félsz, konkrétan nem tudja megmondani. A sötétség az igen, és ez éjszakákban nyúló a beszélgetésbe és sírásba sokszor, és úgy alszik el utána. A sötétség akkor zavarja őt, hogyha le van oltva a lámpa? Nem, maga az éjszaka. Maga az éjszaka, mint a, mint a jelenség maga az éjszaka. Igen. Lehet ez egy hozott karmikus dolog. Lehet, hogy van valahol mégiscsak valami olyan lenyomat, egy olyan történés, egy olyan emlék, ahol ez kialakult benne, legjobb szülőként is, és nem feltétlen szülői hibából. De elképzelhető, hogy ez ott van. 11 évesen nehéz ezt feltárni. Az én ismereteim szerint a legtöbb, a legjobb, amit tehetsz, hogy egy nagyon szeretetteljes, a teret szeretetteljes módon tartó szülőként sok-sok türelemmel, a nélkül, hogy megkeresnéd vagy benned lenne az igény, hogy megkeresd, hogy ő mitől fél, hogy mi van ennek feltétlenül a gyökerébe, tartod az ő számára a meleg családi fészek biztonságát. Át fog rajta égni, át fog rajta menni, hogyha ő ezt a biztonságot, ez folyamatosan, mint egy utólagos akkumulátor töltő, ott lesz, és ez egy idő után fel fogja tölteni ezeket az akkumulátorokat. Majd, ha egy kicsit idősebb lesz, és mégis megmarad ez a jelenség, akkor elképzelhető, hogy önismereti úton majd érdemes neki ebben foglalkozni. Van egyébként még ezen kívül ismereteim szerint más módszer is, amivel a gyerekekhez lehet ebben a tekintetben irányulni, de, tehát érdemes azokkal is foglalkozni, de amit te tudsz tenni, az az, hogy egy biztos, kibillenthetetlen az ő ebben a helyzetben negatívan megnyilvánuló érzelmeire is kibillenthetetlen, objektív szeretettel fordulsz, és tartod számára a biztonságos teret. Nekem az első kérdésem az lenne, hogy nagyon régóta dolgozok azon, hogy hogy elhiggyem azt, hogy én is szerethető vagyok, és uh, van helyem ebben a világon. Engem édesanyja még el akartak vetetni, úgyhogy gondolom, hogy onnan jön ez az érzés, és uh, már erre rájöttem, és azt hittem, hogy ha erre rájövök, akkor ettől szabadulok is ettől az érzéstől. Van egy férjem, aki nagyon szeret, támogat, van egy uh, kisfiunk, aki szintén érzem, hogy szeret, de valahogy én nem, nem tudom ezt, és mindig mindenhol azt érzem, hogy felesleges vagyok, meg uh, kell -e én oda, hogy ezen így valahogy túljutni, hogy, hogy lehetne. Hát az első és nagyon fontos kísérlet az az, hogy a családi körben te jó körülnézel, és ott találod a férjedet és a kisfiadat, és teszed a dolgodat, de egyszer belül te ezt visszavonod. Kívül nem. Tehát mosogatsz, főzöl, beszélgetsz, bevásárolsz, elmész érte, megpuszilod a férjedet, stb. És egy napon elgondolod, hogy mindez nincs nekik. Hogy az milyen? hogy miért elképesztően hiány lenne bennük. És ez a hiány is te vagy, csak a jelenlétet hiánya, és nem pedig a pozitív megnyilvánulása. Ezekre a kísérletekre azért van szükség néha, mert oly mértékben be vagyunk zárva a saját korábbi önképünkbe, hogy az félelmetes. Bencétől hallottad, hogy ha a múlt narratíváját rávetítjük a jelenre, akkor a jövőt biztos, hogy meg fogja mérgezni. Ugye, hogy van? A nyugati nézet nem számol az énség relativitásával és az ebből következő kölcsönös karma kölcsönösségével. Magyarul te születtél olyan szülőkhöz, ahol a nyuka majdnem el akart vetetni. És ennek az az egyik üzenete, hogy tessék szíves megszűnni, áldozatnak lenni. Pont. Tehát az áldozat típus és az elkövető típus az feltételezi egymást, és eszméletlenül vonzódnak egymáshoz. Ha te megszűnsz áldozatnak lenni, akkor elengedted az elkövetőt, de csak akkor. Én a helyedben, mivel ennyire érzékeny lélek vagy, az erővel foglalkoznék, az energiával, és nem az információval, per csak az elme működésével, hogy mérem, hogy mennyire vagyok szerethető. Ezt nem érd. Mert akkor egyre kevesebb marad belőle. A legenda szerint Mátyás király udvarában megkérdezték, hogy Hova tűnnek az adók? És erre a király azt mondta: hozatok be egy maréklisztet, és adjátok ide. Odatták a királynak, az odatta mellett ülő nemesnek, az átvette, és így körbe ment 30 emberen az asztal, és mire visszaért a királyhoz, egy gyűszűnyi maradt a maréklisztből. A gondolataink így ugyanilyenek. Tehát felszeleteljük az érzelmeinket, az önképünket, a jelenlétünket, és nem marad belőlük semmi, mert önképről önképre, képzetről képzete egyre kevesebb energiánk van. Ehelyett tényleg irányulj a férjedre, és szeresd őt férjedként, fiadat fiadként, és nézd meg, hogy ezért te mit kapsz. És amit te kapsz, az sokkal inkább te vagy, mint amit gondolsz magadról. Jó? De ne foglalkozz annyit önmagaddal. Szeresd a családod, sokkal jobb befektetés, jó? Másik kérdés, mert bencének? A, a halál, hogy így nem, nem tudok mit kezdeni a, a halállal. Jelnyelvi dolgoztam, és akkor több rákos beteget is végkísértem. A tény az elmúlást, a halált nem, nem, nem tudok, hogy félek tőle, tartok tőle. Mi az, ami ebben nem normális? Normális, csak valahogy így a. Végtelenen nem tudok mit kezdeni, vagy hogy így meghalunk, és akkor most ott vagyunk, visszajövünk, akkor megint vagyunk. Ne kezdjél vele semmit. Azzal kezdjél valamit, ami most van itt, az életben. Azt mondtad, félsz a haláltól. És az élettől, attól félsz? Nem, attól nem. tolem. Attól nem? <laughs> Biztos. Nem, nem ez az elképesztőbb bizonytalanság, hogy Úr Isten mennyire vagyok szedhető, ez nem... Nézd meg, hogy az élettől való félelem és a haláltól való félelem mennyire kapcsolódik egymáshoz, és bármelyikkel kezded, vonja maga után a másikat is. Az élet felé azért nem gondolok így félelemmel, mert hogy ott tudok tenni. A halálba meg nem tudok tenni. Azt ott... Honnan tudod? Hát nem tudom, gondolom. Most gondolod? És itt a probléma? Uh -huh. Mert a gondolatokat összecseréled a tapasztalással. Igen. Van haláltapasztalatod? Ugye, hogy nem nincs? Nincs. Csak gondolkodsz, és nem tudod, hogy igaz-e. Hmm. Innen van a félelem. A halált és a végtelenet abszolút ne oszt közös nevező, de semmi közük egymáshoz. Hmm. Jó? Következő kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudom, hogy csak annyit mondjak akkor és úgy, hogy azt az embert segítse, vagy szolgálja. Ez a kérdésed visszatérő. Ez tegnap is elhangzott, csak egy kicsit más formában. Egy kicsit úgy éreztem, hogy a kérdésed mögött, mintha az is rejlene, hogy van benned egy belső igény, vagy egy törekvés, hogy segíts másoknak. És hogy ez így rendben van. De meg kell várni hogy kérjék. Nekem a következő lenne a kérdésem, hogy uh, mi a helyzet az élet anyjaival amikor olyan kettőség áll konkrétan, szeretek Ausztriába élni, oda is köt a szívem, szeretem Magyarországot, oda is köt a szívem, döntésképtelen helyzetben vagyok, hogyan tovább, hogy folytassam az életemet. És ez nem csak ebben nyilvánul meg, hanem számtalan dologban, ez az állandó kettőség, amikor duálisan nem lehet jól választani. Egy tested van? Egy. Egy lelked van? Feltettőleg. Ne csökkentsd az esélyeidet. Nem tudom. Amikor Ausztriában vagy, légy száz százalékig Ausztriában, amikor Magyarországon vagy, légy százalékig Magyarországon, és ne gondolkodj róla. És az élet, az pedig ki fogja rostálni, hogy hol leszel többet. Valójában ez szerintem innen jön a kérdésed, nem az országokról szól, az emberi kapcsolatokról, esetleg munkahelyekről szól. És az emberi kapcsolatok lesznek azok, amelyek elképesztően befolyásolják, hogy te hol élsz. Ezt kell megnézni, ki a fontos, kik a fontosak, kivel akarok több időt tölteni. Látod, szerintem már belül nem. Egy, kicsikét, egy így. kicsikét kezdesz tisztában látni, de fáj. Így is nehéz, így is nehéz. Ó, de hát az nem arról szól, hogy, hogy amit itt hallasz, az megkönnyíti, <laughs> hanem arról szól, hogy megoldhatóvá teszi, még ha nehezebb úton, akkor is. És ezért javaslom a kohanokat itt az interjú szobában, mert elég erős paradoxonokkal kell szembenézned, és megtanulsz intuitíve működni, ami a tiszta, térszerű, tükörszerű önvalót közvetlen megnyilatkozása. Nem egyenlő az értelmi vagy az érzelmi intelligenciával, bár néha érzelmek és gondolatok felhasználásával is megjelenik. Az az szép az interjú szobában, hogy bárhányszor hibázhatsz, és bárhányszor neki feszülhetsz annak, hogy most nem tudod, és figyeled a reakciódat és figyelhet, hogy az elmédő miket képes összehordani csak azért, mert nem tudod, hogy egy 1400 évvel ezelőtt élt zenmester miért fogadta el az egyik remete válaszát, és a másikat pedig nem. És ez az emberek teljesen ki tudnak akadni. Vagy egy 1300 évvel ezelőtt zenmester miért gyilkolt meg egy kismacskát 400 szerzetes előtt, az egyik ugye a 200 fő a keleti terem, 200 fő a nyugati terem, és mindegyikük ugye magának akarta a macskát. Vagy hasonló ilyen égbe kiáltó paradoxonok, ahol te nem tudsz mit kezdeni azzal, hogy nem tudod. És megtanulsz az információhiányból gondolkodás előtti tudatot gyártani. Megtanulod elviselni, hogy most épp nem gondolattal fogod megoldani, hanem figyelemmel és tapasztalással. Azért kellenek a virtuális laboratóriumi kóanok, amelyek egyébként bőszülten konkrétak, mert itt, ahogy mondtam, bárhányszor hibázhatsz. Az életben nem. Az életben rútul bevassalják a hibáidat, egy rossz aláírás, és évekig takarítasz utána. Úgyhogy ezért érdemes az elvonulásokon egy kicsikét csúcsra járatni az intuitív műveket, és akkor esélyes, hogy meglátod a hibát, mielőtt elkövetnéd, és nem követed el. Hogyha azt látod, hogy nincs jó megoldás, akkor mozdulatlan tudsz maradni, akkor nem szólsz, nem cselekszel, nem gondolkodsz, még érzelmet se táplálsz. Mert látod, hogy nincs jó megoldás ott és akkor, és megmaradsz a tiszta, tükörszerű, megfigyelő, apercipiáló tudatállapotában, és akkor egyszer csak jön valami, amiről tudod és hiszed, hogy ez az, és látod az okozatiság kontextusában, egy bizony, ez pontosan úgy fog működni, de nem tudod, hogy honnan jött. És megfordítom, akkor a nem tudhatóból jött. Nem volt előzetes karma, nem volt előzetes minta, nem volt korábbi meghatározottsága, élete vagy halála, hanem valami olyanból jött, ami nem születik és nem hal meg, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, benned van, de nem te vagy. És ez a tapasztalat, ez az a tudati kiindulás, amelyből egészlegesebb, helyesebb megoldások és válaszok születnek, mint hogyha az elmédnek a dualisztikus működését követnéd. Az elme, mint szolga, fantasztikus, de mint uralkodó, borzalmas. Európa bővelkedik az elmúlt mondjuk 2000 év történelmét nézve, olyan uralkodókkal, akik hát tényleg racionális értelmez, vagy egy kicsit egy kis hatalomvágyal, egy kis narcizmus, egy kis őrülettel megfűszerezett elmét ott rátettek a trónra, meg is koronázták, lett eredmény. Elég az elmúlt 150 évet megnézni, hogyha nem akarsz nagyon elmerülni a római birodalom hány pedig az is nagyon szórakoztató. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a mantra praxis során, amikor a tárgyas miért kérdést tesszük föl, és uh, meglátjuk a választ. Egyrészt, hogy honnan jön mi táplálja, és hová megy, mit táplál. A mit táplál kérdés nekem nem egyértelmű, hogy hogyan értelmezzem. Tehát, hogy a honnan jön, az teljesen világos, míg mi, 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 a gyökere, de amit mit táplál, azt nem, nem tudtam, nem tudtam értevezni. nem tudom pontosan, hogy mit jelent, milyen félelmet táplál bennem. Ez jelenti a kérdés. Mondok konkrét példát is, hogyha az segít. Én édesanyámmal kapcsolatos problémára tettem föl a mihez kérdés tárgyasan. A honnan jön, az teljesen világos, így a puzzle leesett, ahogy Szunyim szokta mondani, Viszont amit táplál, ott, ott a halálképe jelent meg, és nem, nem tudom, nem tudom értelmezni. Én sem. Köszönöm szépen! Ez a negyedik halálos kérdésben szényleg. Tessék egy kicsikét változatosabbat kérdezni mert különben itt gyászszalagosok leszünk, ez az első. A másik, hogy azért az elejét a kérdésednek egy kicsikét megszerkeszteném, mert az, hogy mantra praxis közben tárgyas kérdés olyan nincs, tehát ezt most felejtsük el. Rosszul mondtam, így van, igen, a kérdéspraxis során. Jó. Na most a kérdéspraxis az nem olyan, hogy kotorászol a levélszekrényben, és csak akkor hirtelen az újság előtted nagy nyomtatott betűkkel, hogy mennyi százalék, hanem végzed a meditáció nemes, tárgyatlan, tiszta, jelenlévő, Így helyes, némi önigazolási kényszert vélek fölfedezni a hirtelen válaszadásban. De nem baj, haladunk. És ekkor a tárgy megjelenik magától. Az, hogy miből táplálkozik, az az eredet, mit táplál, az a következmény. Így már jobb, ugye? Na, itt tessék figyelni, és tessék, hallhattad a mozdony zsámoly vagy mozdony forgató hasonlatot is, hogy ebben a pillanatban milyen irányt veszel föl, az a mozdony azon a vágányon fog tovább menni. Tehát ebben a pillanatban milyen döntést hozol az adott karmát illetően, pontosan abban a következmény irányban, abban a létségben fog tovább menni. Ezért az irányvételnek óriási jelentősége van. Mindenféle dolog történhetett velünk a múltban, de, hogy azt ebben a pillanatban milyen irányba fordított, hogyan transformálod, hogyan adsz neki egy új nevet és új formát, az bizony nem mindegy. Jó? Nem mondom, hogy megértettem már, akkor önigazolok megint, úgyhogy köszönöm szépen. Most is sikerült ezzel a mondattal, figyeled? Egyéb kérdés? Nem problémával kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy hogy oldjam meg, hanem. Mert azt vettem észre, hogyha nem gondolkodom, vagy kevesebbet gondolkodom, inkább ez a megfelelő, akkor valahogy meg tudom oldani a dolgokat, mert ha próbálok nem gondolkodni, teret adok a gondolatnak, és mindig valami jó megoldás születik, vagy érzem, hogy béke van bennem, és valahogy tuti lesz, és tuti lesz. Viszont elég stresszes a munkám, és ha otthonról dolgozom, akkor egyszerű van meditálni hasonlóak. Viszont stressz helyzetben gyakorlati tanácsot szeretnék kérni, hogy olyankor hogy tudok visszatérni egy ilyen középpontba, vagy valamibe, hogy, hogy jöjjön a megoldás, ne zökkenjek ki, és ne, ne, teremtsek problémákat. Mi a stressz helyzet, ami belekerülsz? Elvárás, külső, amit magaménak kell tudni. Hozni a teljesítményt, Megnyerni valamit, időre teljesíteni, túlterheltség, uh -huh. érzelmi zsarolás. Uh -huh. Tehát ezek úgy mind egyszerre, és ráadásul úgy, hogy közben folyamatosan figyelnek. Tehát, ha jól értem, olyan emberi játszmákba kerülsz bele, ahol ezek a minőségek jelennek meg előtted vagy benned. Folyamatosan igen. Jó. Az egyik nagyon fontos az, hogy a meditációt ne válasszuk el a, az élet hétköznapiságától. A meditáció nem egy csak itt és most ebben a teremben gyakorolható praxis. Ez mindig létező belső ösvény. Ha ezt az ösvényt bejárod kezedben azzal a macsétával, amit ma reggel megfogtál, és ez egy kiárt, Kényelmes ösvény lesz, akkor ez a nézőpont bármikor felvehető lesz. Meditációs terem, tanító és meditációs technika nélkül is. Mind a mellett egyébként ö, azt volna érdemes megvizsgálni, hogy ezek a játszmák, amik ezekben a stressz helyzetekben előjönnek, ezek valójában miről szólnak, hol van a gyökerük, és hogyan vagy te ezeknek teremtő részese. Azt a nézőpontot érdemes megváltoztatni, hogy ez velem történik, hogy ezt velem teszik valaki mások. És azt lenne érdemes megvizsgálni, hogy hogyan és miként vetítem én rá a saját meggyőződés együttesemmel a helyzetre azt, hogy itt meg kell felelnem, hogy itt határidők vannak, hogy itt nyomás van rajtam. Ez lehet egy hamis örazonosulás, amit az önvaló nézőpontjából szemlélve megláthatsz, hogy illúzió, és átalakíthatsz azzá, ami csak ott van, ami lehet, hogy semmi több, csak egy normális munkaviszony. Ja, nekem két kérdésem is lenne. Az egyik az az, hogy hogy tudok mintát törni, egyre többször hallom a lányomtól azt, hogy ne viselkedj úgy, mint a mama. Mert hogy nekem édesanyámmal voltak konfliktusaim, eléggé leuralta így a családot anyukám, és, és hogyha ha, ha, nem tudatosan reagálok problémára, vagy viselkedésre, akkor ugyanúgy reagálok, mint ahogy anyukám. És hogy ezen hogy tudok változtatni. Elsősorban a lányodat kell úgy tisztelned, mint a valókit és sorabót hiszhatva egyik titkos megtestesülését, aki az együttérzés és tisztánlátás impulzusaival tükröt tart eléd, és ez nagyon jó. A másik pedig, hogy nézd meg, hogy ezeket a mintákat te hogy teremted, és fordítsd vissza a folyamatot. Úgyis ezek a minták nem statikusak, abszolútak, vagy rajtad kívül létezők, ezek dinamikusak, relatívak, és általad újra és újra teremtettek, mert az azonosulás gyönyörűséges tégeiben újra és újra kialakítod ezeket. A Buthának volt egy fantasztikus felismerés, hogy az az én, az, ami itt a fogvatartó, a börtönőre, az eredetileg nem létezik, és az ajtó mindig nyitva van. Tehát akár meg is szabadulhatunk az élet és halál kötöttségétől, mert eredetileg nincs olyan én, amelyhez kötődne. Tehát eredetileg nincs egy olyan szilárd személyiségburok, amely csak ezeket a mintákat tudja. És ezért nézd meg, hogy te ezeket hogyan teremted, hogyan hajolsz meg előttük, hogyan gondolod, hogy ezek determinálnak téged. Hát akkor felismered azt az elképesztő, égbe kiáltó ellentmondást, hogy egy embert a saját teremtése meghatároz, Azaz a saját karmát következményévé váltál, mert elfelejtetted, mert nem látod, hogy hogyan teremted ezt pillanatról pillanatra. Na ezért kell befelé nézni, és ezért kell a meditációval ezeket a tudatfolyamatokat felismerni és uralni. Ha a dűről és a haragról tudnál valamit mondani, ami, ami már nagyon-nagyon régóta ott van például bennem konkrétan, hogy ennek a ennek a megállítására, illetve a visszaalakítására gyakorlati tanácsot kaphatnék. A zenkört hívom segítségül azért, hogy megjegyezd a kell emlékezz arra, amit most hallasz. A nulla fok az a kontrollálatlan, pusztító, kiadott dű, vagy pedig a befelé elfolytott dű, ugyanolyan érvényes. Nem vagy ura, és amikor látod, hogy mit ordítottál, tettél, romboltál, akkor elkezded felfogni, hogy ez micsoda, és nem szeretnéd megismételni, mert látod, hogy mit tettél, mit mondtál, hogyan nyilvánultál meg. És elsősorban azt a tehetetlenséget akarod felszámolni, amelyből a dű következett. Elkezdesz ismereteket szerezni a dűről magáról, tudni valamit, és amikor már mindent megtudtál a dű működéséről, az a 90 fok a tudás. A tudás már egyfajta távolságtartás, mert vizsgálod. Aztán látod azt is, hogyha a mélyét, az eredetét nem ismered meg, akkor nem fogod tudni elzárni a csapot. Csak tudod, hogy mi a víz, ha forró, ha hideg. És belülre nézel a lélek mélyére, hogy ebben a pillanatban csíp nyakon a dű eredetét, és még csírájában vetki ki belőle az erőt és az energiát, illetve az azonosulást és információt. És amikor sikerül az azonosulást és az energiát kivenni belőle, akkor a dűből nulla lesz. Ez a 180 fok. Teljesen mentes a tudatod ettől, és bár a tapasztalat korábbról megvan, a nem azonosulás és nem energiaadás állapotában a dű nem jön létre. Ez a teljes nem dualisztikus, nem reagáló, nem kényszeresen teremtő tudatállapot. Ilyenkor az elme az nincs. Ilyenkor az én tudat nem merül föl. Csak a kék ég, a zöld lombok, a barna föld és a földút így zúzalékkal ez van. Ideig el lehet jutni, sőt el is kell jutni, mert mi emberek a saját duális működésénk által elképesztően és szomorúan determináltak vagyunk, ha nem teszünk valamit. És hogyha ez a mentes állapot, nem duális állapot már megvalósult, akkor a 270 fokon minden érzelmet át tudsz alakítani, nem csak a dühöt. Néha a vágyat ugyanúgy át kell alakítani, mert hogyha a vágy visszafordul, abból lesz a dű. Tehát a vágytípusú típusú érzelem az a kényszeresen teremtő, elsajátító, és a düh típusú érzelem az pedig a kényszeresen pusztító, eltávolító. Nézd meg, hogy az oldást és a kötést, a közelséget, a távolságot, a teremtést és a pusztítást hogyan tudod szabályozni magadban. És ne csak egy oldalúan gondolja a dűre, mint valami rosszra. Mert amíg a vágy van, addig dű is van. És nézd meg, hogy az érem hogy fordul egyik oldaláról a másikra. És most éppen teremtésre van szükség, vagy egy kis takarításra van szükség. És hogyha ezt helyesen választod meg, akkor nincs az a felgyőlemlet, elfolytott, borzasztó, tehetetlen ami egyszer csak eléri a kritikus tömeget, kicsap, és akkor nemhogy nem vagy büszke magadra utána, elkepesztően nehéz megbocsátanod magadnak, hogy épp akkor azt megtetted, kimondtad, mondjuk egy szeretett személy felé. Vagy egy tehetetlen, nálad gyengébb személy felé. Úgyhogy nagyon sokféle hiába való érzelem van, a dű az egyik, a féltékenység a másik, az aggodalom a harmadik. Nagyon sok van. Miért? Onnan ismered föl, hogy nem éred el a célt. Tehát a dűvel azt akarjuk elérni, hogy megsemmisüljön a probléma. És kiderül, hogy a dűtől nagyobb lesz, mert a másik is dühös lesz. És beindul egy adok, kapok egy bosszú elkövetés, elkövetés bosszú pumpa, és a dűből még több dű lesz. Az aggodalomból még több aggodalom, a féltékenységből még több féltékenység. Ezek ilyen öngerjesztő folyamatok, és amíg nem veszed ki az energiát és az információt belőle, addig ezek mennek, és rengeteget pusztulunk általuk. És pusztítunk általuk. Ha ezt beláttad, akkor már tényleg tudsz a megszabadulás útján haladni, de tapasztalás nélkül nem megy. Munkanélkül nem megy. Jó? Tehát akkor, ha jól értem, meditáció közben tudok erre rálátni, és ott tudom. Mi az a tudat, amely még nem <coughs> dühös, vagy már nem dühös? Tehát ezen állapot előtt van, ezt érdel belül, és közben mindenre rálátsz, amire kell, de nem kell bemenni az elvarázsolt kastély második emeletére, és a feliratú kiállítást végignézni, az már ott van. Nem kell keresni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én olyat szeretnék kérdezni, hogy. Nagyon nehezen nyilvánulok meg a külvilág felé. Tehát általában megfigyelő állapotban létezem, és mindenre így rá tudok látni, viszont megszólalni nagyon nehéz, és kapcsolatot teremteni idegen emberekkel főleg. És ennek az okát keresem. Volt már veled ilyen korábban is? Gyerekkorom óta igen. Uh -huh. Tehát ö, egészen pici gyerekkorban emlékszem, hogy szerepelni kellett, és lefogytam, és, és nem tudtam elmondani azt a verset, amit anyák napjára megtanultam. Uh -huh. Ezt az életpillanatot kell oldani. Ez egy olyan gyökér, egy olyan eredeti mag, amire a mostani elméd folyamatosan emlékszik. Amikor valahol meg kell nyilvánulnod, esetleg több ember előtt ki kell áradnod, és meg kéne mutatkoznod, akkor azt a jelenlegi életeseményt a tudatod hasonlónak gondolja, mint egy múltbéli életeseményt. Ezt a hasonlóságot, ezt összekapcsolja jelenbeli pillanatot, összekapcsolja a múltbéli eseménnyel, és a múltbéli eseménynek az összes minőségét rávetíti a jelenre. De hogy tudom ezt oldani? Tehát az tudatosult bennem, hogy ez emiatt van. Viszont azóta se történt semmi. Ezt az életeseményt kell objektív empátiával átlátni, meglátni az asságát, és átalakítani. Ezt a pontos technikát most nem fogom neked tudni elmondani. Meditációban is rátekinthetsz, és átláthatod az és lehet olyan technikával is dolgozni, ami ide fókuszál. Erről szól a mély interjú. Ha ezt ott a múltban megváltoztatod magadban, akkor ennek az életeseménynek a multiplikációja megszűnik a jelenben. Ez a karma elvágása. Ez az, ez egy élő, konkrét példa, amikor a múlt determinációja újra megszületik a jelenben és a jövőben. Amikor már eleve avval, az illúzióval, avval a prekoncepcióval állok ott egy élethelyzetben, ami csak hasonló, de nem ugyanaz. Miért kellene még egyszer megtörténni annak? ami a múltban történt. Nem kell még egyszer megtörténnie úgy. De az emberi mechanizmus, amikor egy ilyen esemény történik velünk, és abban az eseményben a jelenlétünk nagyon beszűkül, amikor ott végletesen következményé válunk, amikor ott azt a múltbéli eseményt nem tudtuk igazából olyanná formálni, ami ennek azt valójában szerettük volna, amikor nem tudtuk kézben tartani, akkor az ott megtörténik, és aztán berakjuk ide. És nem is akarunk vele foglalkozni. És ez a minőség, ez a múltbéli lenyomat onnan titokban elkezd dolgozni, elkezdi determinálni a jelenemet. És ennek a múltbéli életeseménynek a következményévé fogok válni minden olyan pillanatban, amit valami úton, módon, öntudatlanul hasonlónak gondolok vagy érzek ehhez. Ide kell nyúlni, ki kell venni, és meg kell vele barátkozni. Ide kell ölelni. Meg kell tudnod bocsájtani magadnak, hogy ez történt veled. És azoknak, akik ezt tették veled. Az egész történetnek meg kell tudjál bocsájtani. És ha ez megtörténik, akkor ez az egész sorozat, ez a dominósorozat, ez ledől, és megszűnik ez az illúzió, megszűnik ez a prekoncepció amit rávetítesz, rávetítesz ezekre a helyzetekre. Ez az, amikor meglátjuk azt, ami csak van, semmi többet. Egy társaság van, és nincs már benne a múlt, nincs már benne az a bizonyos gyerekkori felégés vagy, vagy, vagy le, lefagyás, az nincs ott, az akkor történt. A most. Meg most van. És olyan lehetséges, hogy, hogy ez visszatér? Tehát ö, ö, van, amikor ö, meg tudok nyilvánulni, de van, amikor meg nem. Igen, lehetséges. Ugyanis nem csak te hatsz a környezetedre, hanem a környezet is hat rád. Tehát abban az esetben, hogyha támogatóbb a környezet, ha olyan, olyan emberek között vagy, olyan helyzetben, ahol nagyobb az empátia, nagyobb a bizalom, nagyobb az elfogadás, itt. Egész jól megy. Köszönjük szépen. Utolsó kérdés. A szeretetről szeretnék kérdezni. Hogyan tudnám még jobban szeretni édesanyámmal való kapcsolatom? Büszke vagyok rá, szeretem, de úgy érzem, hogy neki ez nem elég, amennyit én adok. Add meg neki, amire szüksége van, de ne remélt, hogy meg tud neki adni azt, amit akar. Te szeretet, mint minden emberi érzelem, a középúton működik a legjobban, és te, mint emberi lény, a középúton fogod a legjobban érezni magadat, megadod neki azt, amire szüksége van, és természetesen megteheted, és mondj le arról, amit csak akar, de egyébként nem lenne szükséges, és ami teljesen összetörne téged, mert akkor erőfeszítést kéne tenned, hogy csak a tetszését elnyert ne akard a tetszését elnyerni, segítsd. Teljesen más. Az, hogy az emberek mit akarnak és mire van szükségük, az a gyereknél és az idős időskorúnál két teljesen különböző dolog. A felnőttség az, hogy a kettőt közelítjük egymáshoz, sőt, jó esetben átfedés is van, és azt akarom, amire szükségem van, és amire nincs szükségem, azt nem akarom. És ez családi kapcsolatoknak nagyon jót tesz oda is és vissza is. Tehát a szeretet az nem egy ilyen végtelenre töltött, kívánságokat minden nap gyümölcsökkel jutalmazó csodafa. Tehát ez a teljes ellehetetlenülés egy kapcsolatnak, hogy én szeretlek, és akkor mindent megadok neked, amit akarsz. Ez nem így működik. Óvlak, ha kell, féltelek magadtól, szeretlek, táplállak, segítelek, de nem garantálom a boldogságodat. Nem tőlem leszel boldog. Együtt boldogok lehetünk, ha mind a ketten képesek vagyunk rá. De én nem tudlak téged boldoggá tenni, és te sem engem akkor, hogyha teljes félreértés, teljes leválasztódás, vagy a vágyak elszállása van. Úgyhogy segítsd. Ennyit te így. Többet nem értem. Ne? Ez a beszélgetés meg is volt köztünk. De... Mm, Szóbelének nem mondja azóta, de érzem, hogy csak többet vár. Az emberi élet része a szenvedés is. És ez a négy kicsi szenvedés egyike, amikor nem kapjuk meg azt, amit akarunk. Ennek a párja az, hogy azt kapjuk, amit nem akarunk. Jó? Köszönöm. Szívesen megköszönöm mindegyikötöknek, hogy ma megjelentetek, hogy ezt az egynapost több napost együtt végigcsináltuk, és szeretettel várunk titeket vissza egy újabb templomi alkalmon. Köszönjük a figyelmet!